Ismét Csonkádra, a kiszatmári településre szegeződött a pedagógus szakma figyelme. 2023. február 25-én Csonkádon megrendezésre került a Magyar Pedagógusok kihelyezett elnökségi ülése, és 6. alkalommal a Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szervezetek képviselőinek találkozója. A háromnapos összejövetel célja a pedagógus szakma és a határon túli szervezetek tapasztalatcseréje, kötetlen beszélgetések és a 2023-as eseménynaptár összeállítása. A pénteki napon tartották este 18 órától a Nemzeti Pedagógus Kar elnökség ülését. A szombati nap falusi disznóvágással kezdődött, majd reggeli, és elkezdődött a plenáris tanácskozás. Iszák Tibor polgármester úr, a Nemzeti Pedagógus Kar alelnökétől megtudtuk, hogy évekkel ezelőtt megfogalmazódott a gondolat, fontos lenne egy olyan szakmai fórum, konferencia megszervezése, ahol az anyaország és a határon túli Kárpát-medencében élő pedagógusok kötetlenebb formában szakmai tapasztalatot cserélhetnek, emellett a fórumok alkalmával lehetőség nyílik emberi és kollegális kapcsolatok építésére is. Közösségépítés az egyik fontos dolog számomra, nem csak a település, mint közösség, hanem mint a nemzet és a magyarság, mint közösség. És a határon túli pedagógus szervezeteknek a vezetőivel nagyon-nagyon jó kapcsolatom volt már akkor is, és meghívtam őket, hogy hozzunk létre egy Kárpát-medencei Magyar Pedagógus Szövetséget. És 6 évvel ezelőtt itt létrehoztuk ezt a megállapodást, és ennek függvényében minden évben január végén vagy februárban találkozunk itt Csonkáron, megvitatjuk az elmúlt évet, valamint egyeztetjük az előttünk lévő évnek a feladatait, és megbeszéljük, hogy mikor, hová megyünk el egymás rendezvényeire. Pedagógusokkal, diákokkal, pedagógus vezetőkkel, illetve döntéshozókkal. Tehát ennek egy ilyen naptárkészítés is a feladata. Valamint az, hogy érezzük jól magunkat, találkozzunk, és legyünk minél többet együtt, mi magyarok magyarokkal. A magyar szakképzésnek most már azért van módja, 3 év áll a szakképzés átalakítása mögött, és nagyon jó tapasztalatok vannak, amelyeket azt gondolom, hogy határon túlra is ki lehet vinni, és a határon túlélő magyarság szakképzésével ennek függvényében előre tudunk egy kicsit lépni. Én azt gondolom, hogy az a fontos, hogy minden magyar embernek legyen valamilyen szakmája, ezáltal értéket tudjon előállítani, és értéket képviseljen. A magyar szakképzés azt gondolom most már nagyon jó irányba megy, hogy ezt tudja majd támogatni. A rendezvény megnyitóján dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úr köszöntötte az egybegyűlteket, és megkérte a résztvevőket, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapján névhajtással emlékezzenek a kommunizmus áldozataira. Majd ezt követően hangsúlyozta a gyermekvédelem és az összetartozás fontosságát. A pedagógus szakma is olyan, mint minden egyes más szakma, hogy folyamatosan reagálni kell a kor kihívásaira, és ez a fórum, ez alkalmat teremt arra, hogy az ország és a Kárpát-medence minden részéről, vagy szinte minden részéről érkezett pedagógusok megbeszéljék a közös 21. századi kihívásokat, hiszen akár a pedofili ügy kapcsán, akár ukrán gyerekek oktatása kapcsán is sok olyan kérdés merül föl, amit gyorsan, hirtelen, de jól átgondoltan kell kezelni. Tehát ez a fórum kiválóan alkalmas, jó a vendégszeretet. Annak örülök, hogy olyan a térségünk, hogy ezt külön fontosnak tartják kiemelni, mert tényleg finom a hagymásvér, és tényleg finom ételek vannak, mert ez azért szükséges ahhoz, hogy kreatív gondolkodás legyen a közös együttműködés során. A jelen nehéz helyzetben, ugye a háborúra kitérve, illetve a botrány kitudódása után, mivel tudja támogatni a kormány, illetve hogyan tudja ezt helyesen kezelni, ha lehet ilyet mondani? Igen, jó a kérdés, hogy ha lehet ilyet mondani, és hogy helyesen kezelni, hiszen azért ez egy nagyon sokoldalú és sok embert érintő problémakör, ahol nem biztos, hogy mindig
A legjobb szándékú pedagógus is észreveszi, hogy valamilyen gond van a gyermekkel, de attól függetlenül úgy gondolom, hogy csak ez a megoldás. Ha a oktatásban dolgozó szakemberek megpróbálnak a nehéz helyzetben lévő, kevesebb figyelmet kapó, otthon kevesebb figyelmet kapó gyerekekre talán egy picivel jobban odafigyelni, ez tűrhetetlen, egyébként elfogadhatatlan, és botrányos, ami történt, és teljesen igaza van a miniszterelnök úrnak, amikor azt mondta, hogy ezt nem lehet elfogadni, és nem szabad, hogy megismétlődjön. Azért ez egy komoly feladat lesz az oktatási szakembereknek, tehát véletlenül az itteni tanácskozáson is fognak arról beszélni, hogy a pedagógiai asszisztensek alkalmassági vizsgálatánál, vagy egyáltalán hogy tudják ezt a problémát esetlegesen előre jelezni, mert ez nagyon fontos és veszélyes terület, ha nem lépünk fel kellő határozottsággal. Előző találkozások kapcsán elhangzott a külföldi kollégák szájából, hogy ott azért nem kapják meg ezt a támogatást, mint itt a magyar kormány. Akár a pedagógusoknak, illetve eszközök támogatásával. Hogyan tudjuk mi segíteni a külföldi kollégákat, itt a kárpát-medencei pedagógusokra gondolok, illetve a tanításra? Ugye 2010 óta a magyar kormánynak egy átfogó nemzetpolitikai célja van, hogy nem csak a kis Magyarország területén, hanem kárpát-medencei és azon túli összmagyarságban kell gondolkodni. Számos olyan program van, amivel nem csak a tömb magyarságot, hanem a szorvány magyarságban élőket is támogatjuk, és támogatja a magyar kormány, és örülök annak, persze, meg látom is, meg tudom is, hogy ezek nagyon fontos támogatások, amikor mondjuk Tekére, ami Besztercenaszód vármegye, szorvány magyarságban, és oda tudunk eljuttatni könyvadományt, hogy az általános iskolás korú gyermek magyar könyveket tudjon olvasni, annak az értéke az sokszor felbecsülhetetlen. És ez annak is örülök, hogy az oda-visszajelzés is megy. Tehát amit a képviselő barátaim esetlegesen Szatmár vármegyében a túloldalon, vagy bárhol megfogalmaznak, azt mi tudjuk tolmácsolni, és a magyar kormány pozitívan reagál rá, látszik ez a magyar iskolákban tanuló gyermekek számának a valamilyen szintű emelkedésében is, ami persze azért nagyon nehéz feladat, de azt is látom, hogy a vasárnapi iskolák mondjuk a nyugati magyarságban, egy Ausztrália, Új-Zéland, hogy mondjuk a legtávolabbiakat említsem meg, hogy ott is azért egy nagyon komoly erőfeszítés a Körösi Csoma Sándor programban tanuló fiatalok segítségével. Tehát sokféle program és elképzelés van, és érezhető, hogy a magyarság azért csak egy erőt képvisel a világban és Kárpát-medencében. A rendezvény megnyitó beszédében Kisfaludi László köznevelésért felelős helyettes államtitkár fontosnak tartotta elmondani a jövőre vonatkozó terveket, szakmai elképzelések, víziók megvalósításának mikéntjét a jelen nehézségek ellenére is. Véleménye szerint egy egységes rendszer kialakításának alapja egy keret teljesítmény alapú rendszer. Vannak kihívásaink, van víziónk, és ugye minden stratégiának az a lényege, hogy valahonnan valahova el akarunk jutni. Ez maga a stratégia lényege. Van egy jövőképünk, van egy pillanatnyi helyzetünk, és találjuk meg az oda vezető utat. Ez nem mindig egyszerű, és főleg egy olyan világban, ami nem tud a külső környezet behatásaitól szeparáltan, hermetikusan elzárva működni, és a magyar köznevelés sem tud így működni. Ott folyamatosan késznek kell lenni a rugalmas újratervezésre. Annyi behatás érte csak az elmúlt néhány évben, amióta én visszagondolok 2020. januárjában, kaptam meg a megtisztelő felkérést, hogy Maruzsa államtitkár úr munkatársa lehessek. Csak az azóta eltelt kicsivel több mint 3 év mi mindent hozott. Emlékszem, még az indulás előtt lelkesen beszélgettünk arról, hogy milyen szakmapolitikai elképzelések, víziók vannak előttünk. Aztán 2 hónappal később beköszöntött a Covid-járvány, aztán jött a háború, és mindennel együtt, az energiaválsággal, a gazdasági hatásokkal együtt folyamatosan tulajdonképpen ilyen válságmenedzsmentben kell lenni, miközben sokasodnak a megoldandó kihívások.
Ezzel együtt is azonban a lényeg az, hogy van egy stratégiai vízió, van egy út, amin végig szeretnénk járni. Mik ennek a fő elemek? Hosszasan lehetne sorolni, nem fogom megtenni. Kezdhetnénk mondjuk onnan, hogy a tartalom. Tartalomfejlesztés, nemzeti alaptanterv, tankönyvek, ezek mind fontos dolgok. Szoktunk is róla beszélgetni, én elég sok tankönyvet átolvasok, átnézek megjelenések előtt. Én is hallom néha azokat a jelzéseket, hogy ez nem olyan jó, az nem olyan jó. Megmondom őszintén, nagyon ritkán látok olyat, amikor valaki rámutatna konkrétan, hogy most mi az, ami nem tetszik benne. Tehát azt tudom mondani, hogy ez nem jó ez a tankönyv, legyen más. De valójában ezek komoly tankönyvszerző emberek, akik egyébként minden ellentétes híresztéssel, tehát maguk is pedagógusok voltak, vagy most azok, akik írják. Persze, mivel mindannyian mások vagyunk, mindenkinek megvan a saját megközelítése, én értem, hogy nem lehet olyan tankönyv, ami a minden egyes pedagógus saját attitűdjének a legkedvezőbb. Ez természetes. De összességében azért, megmondom őszintén, néha kicsit méltatlanul úgy érzem, hogy támadják ezeket a tankönyveket. Nagyon komoly szakmai tudás van mögötte, nagyon komoly gyakorlati tudás van mögötte. Ettől függetlenül én mindenképpen bíztatok is arra, hogyha a saját környezetében ilyen kritikák fogalmazódnak meg, nyugodtan jelezze, hogy semmit nem kell tenni, csak annyit, hogy küldjék el szépen konkrétan mi a jelzés, meg fogjuk nézni, és ha jogos, ki lesz javítva. De összességében nem gondolom, hogy egyébként egyetlen pedagógus azért tartana mondjuk kevésbé jól sikerült matematika órát, mert a tankönyv nem jó. Én ezt megmondom őszintén kevéssé hiszem. Aztán nyilván lehetne beszélni a infrastruktúráról, amelyben az elmúlt években gigantikus mennyiségű fejlesztés történt. Ez a szám így megragadt bennem, mert olyan impresszív. 4500-nál több köznevelési intézményben történt valamiféle infrastruktúrális beruházás az elmúlt 5 évben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy minden harmadik épület, ami a köznevelés rendszerében van, ott valami beruházás történt. Ez lehet, hogy két terem kifestése, lehet, hogy egy vadonatúj szárny, nagyon nagy a szórása, a spektrum ezeknek a beruházásoknak, de elképesztő mennyiségű. Tudom, hogy még mindig bőven van mit tenni. Ugye ez egy örök feladat, soha nem lesz olyan, hogy készen van, kipipáltuk, hiszen amint a egyik helyen átadunk egy megújult szép épületet, párhuzamosan három másik épületben meg el kell kezdeni foglalkozni már a felújítással, de hát ez a feladat. Ez is fontos összetevő, de még ezt se gondolom a legesleg meghatározóbbnak. Szerintem a legesleg meghatározóbb az a pedagógus személye. Az, hogy kik azok az emberek, akik ezt a rendszert végül is működtetik és életben tartják. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár asszony a Magyar Szakképzés Fontossága Határon innen és túl című előadásában kitért a szakképzési célok meghatározására, a pályaorientáció lehetőségeire és a közös, illetve kettős képzés fontosságára megyünkben. Ezen program keretén belül egyre többen kerülnek be a szakképzés rendszerébe, ezáltal támogatva gazdasági struktúrát. A szakképzési rendszernek egy nagy feladata, hogy minőségi képzett munkaerőt adjon a munkaerőpiacra, és most nem is tudnám megmondani, hogy hiány szakma hol van, hiszen ma már tudjuk, hogy gyakorlatilag mindenütt, hiszen a gazdaság jó ütembe fejlődik, ami azt jelenti, hogy mindenütt nagy igényekkel lép fel. Ezek az igények, ezek mind a kétkezi munkára, mint a technikusi szintre, mint a felsőoktatásra vonatkozó. A szakképzési rendszert ahogy átalakítottuk, most már beállt az új rendszer, és ennek az új rendszernek azért nagyon sok jó visszacsengése van, ami azt mutatja, hogy akkor talán ezt tudjuk terjeszteni is. És eljött az idő, amikor azt mondjuk, hogy igen, a Kárpát-medencei szakképzést is tudjuk talán ezzel fejleszteni, úgyhogy egy párbeszéddel, együtt gondolkodással, együttműködések kialakításával előre tudjuk vinni a határon túli szakképzést is, és így nyilvánvaló a ottani gazdaságot is. Beszédében elhangzott, ha már határon túli szakképzésről beszélünk, hogy Máté Szalkán, illetve a kisvárdai szakképzési centrumokban is folyik a kettős képzés, ugye az itteni képzés is, illetve a kinti képzés. Ez természetesen nem pontos létszámmal, de milyen, hány fővel zajlik jelenleg? Hát a Máté Szalka az kiemelkedő, ott majdnem 400-an vannak. Ez itt iskolarendszerű felnőtteknek az oktatásáról van szó. 12 szakmában oktatjuk,
és itt turnusokban történik a képzés. Van egy időszak, amikor otthon történik, ott van az elmélet, itt pedig a gyakorlatnak az átadása van, és itt van a vizsgáztatás is, és hát olyan bizonyítványt, tehát magyar nyelvű bizonyítványt is kapnak természetesen, amit aztán otthon is tudnak használni. Ennek nagy jelentősége van szerintem, mert azt látjuk, hogy nagyon népszerű, hát olyannyira népszerű, hogy most már képzőközpontokat hoztunk létre a határon túl, most már 3 képzőközpont van, és hát most már ukránok is, tehát az ukrán nyelven beszélők is bejelentkeztek, hát meg kell tanulniuk magyarul, és akkor remekül fog sikerülni. De az a célunk, hogy a határ mentén ezt a fajta képzést, amit a Máté Szalkaiak kitaláltak, ezt gyakorlatilag jobban elterjesszük. De azt látjuk, hogy abban is nagy segítséget tudunk nyújtani, hogyha oktatókat képzünk, és akkor talán nem csak a határ mentén tudunk segíteni, hanem egy kicsit távolabb is, különösen itt Székelyföld területére gondolok, mert azért az nem olyan távolság, hogy hetente vagy két hetente ide-oda utaztatjuk a gyerekeket. Hát ott azért a helyi képzéseket kell támogatnunk. Most ennek az előkészítésén dolgozunk. Dr. Golovicki Zoltán az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora előadásában rávilágított, miért fontos a minőségi pedagógus képzés és az oktatási stratégiai folyamataira, lépéseire. Hajnal Gabriella a KK elnöke előadásában elmondta, miért fontos az állami szerepvállalás az oktatásban, és kitért arra korunk pedagógusainak igencsak sokrétű a munkája. A magas színvonalú oktatásban fontos lehet a megfelelő óraszám kialakítása, és nem mellesleg fontosnak tartja a szülők hozzáállását is a pedagógusok igyekezete mellett. Itt megváltozott a világ. Sokkal többet várunk el a pedagógusoktól benn a iskolában, mint vártunk el 30 évvel ezelőtt. 30 évvel ezelőtt bement az ember, leadta az óráját, nyilván osztályfőnökként voltak teendői, de közel sem foglalkozott ennyi területtel, mint amennyi területtel most foglalkoznak az osztályfőnökök, vagy akár a pedagógusok is benne az iskolán belül. A másik, hogy nyilvánvalóan a szülői oldalról is egy másfajta támogatottságot érzünk most, mint éreztünk 30 évvel ezelőtt. Elmondtam az előadás során is, hogy 30 évvel ezelőtt az ember hazament egy rossz jeggyel vagy egy intővel, biztos, hogy nem dicsérték meg. Hát ma azt nem mondom, hogy megdicsérik, de hogy nagyon sok esetben nem a gyereket okolják bizonyos dolgokért, az viszont nagyon gyakran előfordul, és ez szerintem azért elég komoly probléma. Jobb lenne, hogyha arra visszaállnánk, hogy egy olyan szülői támogatottsága lenne a pedagógusoknak, mint volt korábban. Illetve legyen a pedagógusoknak úgymond egy tekintélye kialakulva a gyerekek szemében is. Ez így van, de ehhez kellenek a szülők. Tehát nyilván kell maga a pedagógus is. Tehát én is azt gondolom, hogy a pedagógusoknak nagyon sok teendőjük van abban, hogy azt a tiszteletet és azt a tekintélyt elérjék, ha bemennek egy osztályba. De nem mindegy, hogy otthon ezt a tekintélyt rombolják, vagy építik. Elnök asszony kitért arra, hogy milyen fejlesztések várhatóak, illetve már ugye a tüntetésekkel kapcsolatban is, hogy mivel élt egyet és mivel nem. Melyek voltak ezek az a szempontok az ön szemszögéből? Azt gondolom, hogy a pedagógusoknak többért kell adnunk, ez teljesen egyértelmű, leginkább azért, hogy megéljenek. Én azt gondolom, hogy az az igazából jó, hogyha a pedagógus a fizetéséből megél, és nem kell máshol is dolgoznia, mert ha máshol is dolgozik, az biztos, hogy energiát és erőt vesz el a tanításból. Nyilvánvaló dolog, meg szokták kérdezni, hogy ha több pénzt adunk a pedagógusoknak, akkor jobban fognak-e tanítani. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a jobb tanítás az abban fog megnyilvánulni, hogy több lesz a türelem, jobban tud odafigyelni az órai munkájára, mert nem kell arra gondolni, hogy mit fog csinálni délután. Tehát én azért hiszem, hogy igen, és nyilván van olyan pedagógus, aki ha több pénzt adok neki, és megfizetem, akkor sem fog jobban tanítani, vagy jobban odafigyelni a gyerekekre. De én bízom a pedagógusokban, és én azt gondolom, hogy sokan nagyon jó pedagógus, és ebben hinnünk is kell, hiszen a gyerekeink jövőjéről van szó. Szülőként és laikusként kapkodom a fejem a sok változás terén a tanterv keretén belül, hiszen annyira másként tanulnak már a mostani gyerekek. Mit követnek, milyen szabályokat a mostani irányelvek, hogyan változnak ezek a szabályok? Hát én azért nem mondanám, hogy szabályok változnak, én azt mondanám, hogy nyilvánvalóan a tananyag mennyisége és tartalma változik, és a módszertana. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy milyen módszertannal tanítunk.
hogy mi az, amire szükség van egy osztályban, egy iskolában, sokkal, én azt érzékelem, hogy sokkal több a sajátos nevelési igényű tanuló, mint korábban volt. Ami nem biztos, hogy feltétlenül így van, viszont ma már jobb a diagnosztikánk, tehát nyilvánvalóan sokkal többet tudunk kihozni ebből is, és itt nagyon-nagyon fontos az integrálás és az inkluzív nevelés, nagyon fontos, hogy hogyan építjük be a tananyagba azt, hogy többféleképpen kell foglalkozni a gyerekekkel, és én azt gondolom, hogy az új módszertanok, illetve az IKT eszközök, azok már nélkülözhetetlenek, tehát azokat nem lehet kihagyni, és azt is meg kell találni, hogy ennek hol van az a határa, hogy csak IKT eszköz, vagy éppen vegyesen, vagy egyik órán így, másik órán így. Ez a pedagógusokra van bízva, és én azt látom, hogy nagyon sok jó gyakorlat van, amit viszont nyilvánvalóan kell, hogy tovább vigyünk. A szatmári vendégszeretet méltán híres ország, de akár világszerte, mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Hozzátéve a háromnapos rendezvényen ebben a vendégszeretetben volt részük, mindemellett lehetőség nyílik a pedagógus szakmával és az oktatással kapcsolatban őszinte beszélgetésekre is. Szerintem az a legjobb ebben a rendezvényben, hogy kötetlenebb formában tudunk véleményt cserélni, akár megbeszélni olyan problémákat is, amiről persze számtalan konferencián van szó, előadásokat hallgatunk, aztán utána szépen hazamegyünk, viszont lehetőség nyílik arra, hogy akár közben, szünetekben, akár egy vacsora mellett, akár egy vacsora utáni beszélgetésen, akár egy pohár sör mellett szabadabban beszéljünk meg egymással és azokat a dolgokat, amelyek érintenek minket. A saját intézményeink, a saját környezetünknek a problémáit felvessük, és ugyanilyen típusú intézményekben dolgozókkal találkozva megvitassuk azt, hogy ki hogyan old meg bizonyos problémákat. Lehet találkozni intézményfenntartókkal is, tehát olyan kép alakulhat ki, ami például a Nemzeti Pedagógus Kar munkáját is segíti, hiszen mi megpróbáljuk általában a való életből való tapasztalatokat felhasználni arra, hogy megfogalmazzuk az oktatás irányítóinak azokat a véleményeket, javaslatokat, amelyek úgy gondoljuk, hogy hatékonyabbá tennék a rendszert. Akkor lehet azt mondani, hogy Sonkádon a szatmári vendégszeretetnek köszönhetően kötetlenebben, és talán egy picit őszintébben hangzanak el azok a gondok, felvetések, amelyek érintik a pedagógus szakmát. Azt gondolom, hogy folyamatosan érzékeljük azt, én Győrből jöttem, az országnak egészen a másik feléből, hogy egészen sajátos az a szatmári vendégszeretet, amit mindenkitől kapunk. Nem csak a polgármestertől, nem csak a tiszteletes úrtól, hanem azoktól az emberektől is, akik egyébként nagyon fontos feladatokat látnak el mellette, akik egyébként felszolgálják az ételt, és nagyon jó látni azt a kedvességet, amivel fogadnak minket. Azt gondolom, ez mindenkinek nagyon jól esik. Nyilván emellett a kötetlen beszélgetések, illetve az itteni fogadtatáson kívül elhangzanak fontos dolgok is. Ön mit tart legfontosabbnak ezen a téren a fejlesztésekben? Azt gondolom, hogy az, hogy helyettes államtitkárról is itt van, az, hogy itt van Hajnal Gabriel KK elnöke, vagy Lovicki Zoltán, aki most rektor, de tudjuk, hogy milyen szerepet játszott a 2011-es jogszabályok elkészítésénél, a pedagógus életpályamodellnél, ez lehetőséget ad arra nekünk, hogy meghalljuk az ő gondolataikat, hogy mi miért történik. Hiszen nekünk is vannak információink, mi is látunk dolgokat, de mindig szoktam hangsúlyozni, hogy a pedagógus kar megfogalmazza a szakmai javaslatokat, de természetesen nem vagyunk minden információ birtokában, nem tudjuk adott esetben a gazdasági helyzetet, nem tudjuk azokat a törekvéseket mindig érzékelni, amelyek elvezetnek egy döntés meghozatalához. Mi szeretnénk persze, hogy a szakmai érvek döntően szerepet játszanak a döntésekhez, de mindenfajta egyéb más érvelést szívesen meghallgatunk, hogy jobban értsük azt, hogy mitől alakul ki egy helyzet. A háromnapos fórumon a színvonalas előadásoknak és a szakmai tapasztalatok cseréjének köszönhetően évről évre nő a szakképzések aránya és színvonala. Mindemellett fontos az emberi és kollegális kapcsolatok ápolása is. A Nemzeti Pedagógus Kar és a határon túli szervezetek ismét bebizonyították, nincsenek határok a nemzeti összefogásban, hiszen a közös akarat, együttműködés az oktatás fejlesztésért meghozza gyümölcsét.